Közzétették ma az érettségi eredményeit. A Hargita megyei vizsgázók 53,69%-a érte el az átmenőnek számító hatos átlagot. Több mint fél éve működik Gyergyószent Miklóson a probléma bejelentő mobiltelefonos alkalmazás. Újra kiállítják a Gyergyószent Miklósi Vörös Kereszt által meghirdetett segítségnyújtása, hogy Én látom című rajzpályázatra beérkezett munkákat. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, ha tehetik, maradjanak velünk. Közzétették ma az érettségi eredményeit. A Hargita megyei vizsgázók 53,69%-a érte el az átmenőnek számító hatos átlagot. Ez közel 7%-os visszaesést jelent a 2017-ben érettségizők eredményeihez viszonyítva. Június 25 és 28-a között zajlott idén a 12. osztályt végző diákok érettségije. Rendhagyóan ebben az évben, februárban tartották meg a szóbeli vizsgákat, egy héttel ezelőtt pedig az írásbeli tudás próbatétel zajlott. Elsőként románból, majd anyanyelvből, aztán a szaknak megfelelő tantárgyból, legvégül pedig a választott tantárgyból érettségiztek a tanulók. Az elsődleges eredményeket július 4-én, szerdán a déli órákig a vizsga központokban és a baccalaureat.edu.ro internetes oldalon tették közzé. A sikeres vizsga feltétele a hatos átlag, illetve a legalább ötös jegy megszerzése minden vizsgatárgyból. A Hargita megyei érettségizők 53,69%-a érte el ezt az eredményt, így közel 7%-ot romlott az átmenési arány tavalyhoz képest, amikor a tanulók 60,48%-a tette le sikeresen a záró vizsgákat. A Hargita megyei tanfelügyelőség által közzétett eredmények szerint Gyergyószent Miklóson a Salamon Ernő gimnáziumban lévő 5-ös számú vizsgaközpontba 171-en iratkoztak be az érettségire. Ebből 3-an nem jelentek meg a vizsgákon, és 32-nek nem sikerült az átmenő átlagot megszerezni. Itt a legnagyobb a 9,67-es média volt. Az óvások utáni végleges eredményeket július 9-én ismertetik. A tavaly bevezetett új szabályok értelmében, ha valaki óvást nyújtott be, mert nem elégedett a jegyével, annak a felülbíráló bizottság által adott jegy lesz a végső osztályzata, még akkor is, ha kevesebb, mint 0,5 pont eltérés van az eredeti, illetve az óvás után kapott jegy között. Az, aki ezúttal nem járt sikerrel, az őszi pótvizsgára július 10 és 13-a között jelentkezhet. Az írásbelik augusztus 20 és 23-a között zajlanak, még 24-31-én a szóbeli vizsgákat tartják meg. Az eredményeket szeptember 1-én teszik közzé, és aznap 12-től 16 óráig lehet az óvásokat benyújtani. A pótérettségi végleges eredményeit szeptember 6-án ismertetik. Több mint fél éve működik Gyergyószent Miklóson a probléma bejelentő mobiltelefonos alkalmazás. Az applikációt le kell tölteni a készülékekre és bármilyen azonnali megoldásra váró, köztéren felelhető rendellenességet, illetve problémát be lehet jelenteni az internetes rendszeren keresztül. Mondhatni, hogy népszerű az alkalmazása a lakók körében, mindeddig összesen 107 bejelentés érkezett így módon a városháza felé. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó problémákat lehet bejelenteni. Az ingyenesen okostelefonra letölthető alkalmazás a Görgény City Report segítségével. Ezzel az applikációval meglehetősen gyorsan és egyszerűen el lehet juttatni az észlelt problémákat a polgármesteri hivatal közszolgálatokért felelős munkatársához. Az applikáció segítségével különböző kategóriákban lehet problémákat bejelenteni, ilyen a közvilágítás, a víz és szennyvíz, a köztisztaság, a zöldövezet kategóriák, a helyi rendőrség fele lehet itt jelezni problémákat. Ezt azért fontos megjegyezni, hogy itt nem azokra a bejelentésekre várunk a helyi rendőrség esetében, amely azonnali lépést követel, ugyanis ez egy hosszabb feldolgozás, tehát a helyi rendőrség fele intézendő gyors reakciót igénylő hívásokat, azt továbbra is kérjük, hogy a telefonszámon jelezzék a városlakók. Ez év elejétől kezdődően összesen 107 esetet jeleztek a lakók. Legtöbb 24 jelzés a közutakra vonatkozott. Ezt követi a közvilágítást, a köztisztaságot, a víz- és szennyvíz hálózatokat, valamint zöldövezeteket érintő bejelentések. Ezek mellett pedig 5 esetben a helyi rendőrségnek irányozták a lakók az észrevételeiket,
Három esetben a köztéri bútorzat és két esetben a távfűtés kapcsán küldtek probléma bejelentést a Gyergyószent Miklósiak. A 107 esetből összesen 50 eset van megoldva, 41 van beregisztrálva, és 16 problémát oldanak meg éppen a kollégák, tehát azoknak megoldása folyamatban van. A legoperatívabban az önkormányzat a köztisztaság kategóriában jelölt hibákra tud reagálni, ugyanis ez az a kategória, amelyben nagyon hamar tudunk adott esetekben minimális anyagi ráfordításokkal reagálni. A legnehézkesebb a közutak kategóriában megjelölt problémák megoldása, ugyanis ez legtöbb esetben hosszas procedurális és anyagi vonzatot von maga után. Ezekben az esetekben még várat adott esetekben a probléma megoldás. Az applikáció kimondottan a közterületeken vagy az önkormányzathoz tartozó intézmények kapcsán észlelt problémák, hibák bejelentésére használható. Az olyan jellegű bejelentések, amelyek magánterületekre vonatkozik, magyarán nem az önkormányzat hatásköre, a saját portán belüli dolgok, vagy olyan intézmény épületek, amelyek nem az önkormányzat tulajdonában vannak, ezeknek a bejelentése, ezeknek a meghibásodásának a bejelentése elérkezik ugyan az applikáció keresztül az önkormányzathoz, viszont ennek a lépéseit nem az önkormányzat tudja elvégezni. Ezeket kérjük, hogy ne nekünk jelentsék be, ugyanis sajnos tehetetlenek vagyunk ezzel szemben, viszont minden közterületre vonatkozó, vagy olyan ingatlanra vonatkozó bejelentés, amely az önkormányzat tulajdonában van, azok szívesen várjuk és fogadjuk. A Görgény City Report nevet viselő applikáció Android és iOS platformokra egyaránt letölthető. A rendszer lépésről lépésre úgy működik, hogy miután valaki letöltötte az alkalmazást, akkor egy hatablakos oldalra jut el. Petíció hozzáadása, saját petícióm, publikus petíciók, kedvenc petíciók, hírek és a saját adatlapra vonatkozó ikonok láthatóak. A probléma jelzéséhez a petíció hozzáadása ikont kell megérinteni, majd a hiba jellegét kell meghatározni. Ekkor az utasítás szerint elkészítjük a fényképet. A fénykép kimondottan az észlelt problémát kell tükrözze. Ezt követően vagy megadjuk a probléma helyszínét, vagy a rendszerbe telepített GPS rögzíti azt, majd a küldés ablakocskára kell lépni. Az applikáción nyomon követhető az elküldött jelentés útja is. A hétvégi árvizeket követően jelenleg is zajlik a kárfelmérés Hargita megye településein. Az úgynevezett sürgősségi operatív jelentések többségét, amelyeket az árvíz utáni 48 órán belül kell jelenteniük az önkormányzatoknak, már elküldték a Hargita megyei prefektusi hivatalnak. A heves esőzések a gyímesekben és a kászonokban okozták a legnagyobb károkat, de nincs a megyének olyan térsége, amelyet ne érintett volna az árvíz. A sürgősségi kárfelmérésekkel azonban nem zárul le a folyamat. Miután az iszapot eltakarították, az önkormányzatok jelzik, hogy készen állnak a hivatalos kárfelmérő bizottság fogadására. A kormány megbízott hivatalához eddig 19 községből érkeztek meg a sürgősségi operatív jelentések. Gyergyószéken főként Gyergyó Remetén és Gyergyó Hollón okozott károkat az ár. Remetén 10 pince, 10 mezőgazdasági épület és ugyanennyi kút, valamint 150 hektár kaszáló került víz alá. Gyergyó Hollón 10 pince, 25 udvar és gazdasági épület, 20 km községi út, 25 km erdei út és 20 hektár kaszáló érintett. Megszervezték a Marosvásárhelyiek világtalálkozóját. A hétvégi rendezvény kiállítás megnyitóval kezdődött, majd azt követően a találkozón résztvevők a Marosvásárhelyi Sikertörténetek címmel tartottak előadásokat. Buksa Ferenc református lelkipásztor például a családfákról, az erdélyi családok történetéről szólt. Hatodik alkalommal szervezték meg az elmúlt hétvégén a Marosvásárhelyiek világtalálkozóját. A rendezvény sorozatnak a Kultúrpalota adott otthont. Úgy érezzük, hogy a marosvásárhelyiség egy összetartó erő, és ezt az erőt minden évben elő kell hívni. Ennek szellemében minden évben megszervezzük a Marosvásárhelyek világtalálkozóját, melynek kisugárzása mindazok, akik a nagyvilágban vannak, az erőgyűjtés, a jövőre való gondolás, akik itthon vannak, szintén erőgyűjtés, mégpedig az itthoni életre, találkozás, beszélgetés, tapasztalatmegosztás, és ugyanakkor jövőtérvezést is jelent egyben a világtalálkozó. A világtalálkozó kiállítás megnyitóval kezdődött a Kultúrpalota előcsarnokában.
A rendezvény társszervezője megnyitó beszédében kiemelte a találkozó fontosságát. Hogy egymás szemébe tudjunk nézni, hogy találkozni tudjunk, hogy meg tudjuk osztani egymással a várossal kapcsolatos élményeinket, történeteinket, hogy találkozni tudjunk azokkal az emberekkel, akikkel talán évtizedek óta nem volt lehetőségünk, hogy meg tudjuk ismerkedni olyan emberekkel, akikkel talán még soha nem is találkoztunk, mert én biztos vagyok abban, hogyha valaki néhány évet élt itt Marosvásárhelyen, akkor van miről beszélgetniük egymással. Az előcsarnokban 24 fényképet tekinthetett meg a közönség. Voltak ismertek és kevésbé ismert marosvásárhelyi személyek. A képek alatt az illető személy gondolata olvasható arról, hogy mit jelent számára Marosvásárhely, mit jelent marosvásárhelyinek lenni. Marosvásárhely az én életem városa, és azért az életem városa, mert az őseim városa is, és azért a haza a szülőföld, és azért a birtok, aki csontjaival megszenteli azt. Igen, mi több nemzedékre visszamenőleg megszenteltük itthon a tulajdonjogot. Nem tudnék sehol a világon máshol élni, csak Marosvásárhelyen. Itt élnem, halnom kell. Marosvásárhelyi ismerős arcok címmel idén folytatódott a tavaly elkezdett fotósorozat. Tavaly 12 személy fotóját nézhették meg az érdeklődők, ehhez idén újabb 12 fénykép adódott. A tavalyi fényképek fekete-fehérek, az ideiek színesek, hangzott el a kiállítás megnyitóján. Ezt követően az érdeklődők, a találkozón résztvevők a kis terembe vonultak, ahol Marosvásárhelyi sikertörténetek címmel tartottak előadásokat. Buksa Ferenc református lelkipásztor a családfákról, az erdélyi családok történetéről szólt. A családtörténettel foglalkozni egyik pillanatból a másikra fontossá válhat. Én engem sem egész életemben érdekelt, hanem egy adott ponton, első gyermek születésekor kezdtem el foglalkozni, de nem tudtam, hogy mennyire mélyen fogok és mennyi ideig fogok ezzel foglalkozni, de én már 12 esztendejjel foglalkozom vele, és nem hagytam abban. Azt gondolom, hogy amikor rádöbbenünk arra, hogy a világ nem velünk kezdődik, akkor kezd el érdekelni azt, hogy kik is azok, akik előttünk éltek, előttünk jártak, milyen életük volt, hol éltek és hogyan éltek. A Marosvásárhelyi Sikertörténetek című kerekasztal beszélgetésen a kultúrpalota kis termében a városból elszármazott vagy itt élő, esetleg korábban elköltözött, majd visszatért személyek meséltek szakmájuk, hivatásuk alakulásáról. Szombaton délután gálaműsoron vehettek részt a marosvásárhelyiek. A 6. világtalálkozó vasárnap délelőtt kötetlen beszélgetéssel ért véget. Véget ért a Magyar Színházak 30. Kisvárdai Fesztiválja. A június 30-ai díjátadógálán a Figura Stúdió Színház Fédra és a Tavasz Ébredése című előadásait is díjazták. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a legjobb látványért járó díját a Figura Stúdió Színház kapta az Albu István által rendezett Fédra című előadásért. A legjobb színpadi zenéért járó elismerést pedig Bocsárdi Magornak ítélte a zsűri ugyanezen produkció zenéjéért. A diákzsűri díjazta a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem Színház és Televíziókar Magyar Színházi Intézete és a Figura Stúdió koprodukcióját Keresztes Attila rendezésében a Tavasz Ébredése című előadást. A produkció a legjobb hallgatói előadásért és a kiemelkedő színészi jelenlétért járó oklevelet nyerte el. Újra kiállítják a Gyergyószentmiklósi Vörös Kereszt által meghirdetett Segítségnyújtás, ahogy én látom című rajzpályázatra beérkezett munkákat. A jövő heti kiállítás keretében díjazzák is a korosztályonkénti első 3 helyezettet. A Gyergyószentmiklósi Vörös Kereszt önkéntesei az év 365 napjában jelen vannak a város életében, munkájukkal igyekeznek másokon segíteni. Iskolákba, óvodákba látogatnak el, hogy az elsősegélynyújtás fontosságát és alapjait bemutassák. Különböző programokon, rendezvényeken biztosítják az egészségügyi ellátást, de versenyeket is szerveznek elsősegélynyújtásból. Idén ugyanakkor rajzpályázatot is hirdettek a Vöröskereszt hónapja alkalmából. A májusi hónap az a Vöröskeresztnek a hónapja, és az iskolákkal próbáltuk éreztetni ezt, hogy mi is az a Vöröskereszt, és miről van szó. És akkor volt egy ilyen pályázat az iskolákban, hogy a gyerekek bizonyos rajzokat összeállítsanak, hogy mi az a Vöröskereszt, a mentő, hogy lássák ő a Vöröskeresztet.
Előkészítő 5. osztályos gyerekeknek szólt a rajzpályázat, és azt kellett ábrázolniuk, hogy hogyan látják ők az elsősegélynyújtást. A szervezők kellemes meglepetésére nagyon sok, közel 300 rajz készült el. Örvendünk, hogy a gyerekek is értik, vagy tudják értelmezni, mi is az a Vöröskereszt, mivel foglalkozik, vagy miért létezik egyáltalán. Első alkalommal a rajzokat a június elejé Miénk itt a tér autómentes program keretében mutatták be a főtéren. Azok, akik akkor nem láthatták a kiállítást, most újra a lehetőséget kapnak rá. Július 13-án, jövő héten, pénteken 17 órától a művelődési ház előterében lesznek újra kiállítva a gyerekek munkái. Ugyanakkor ez alkalommal díjazzák is a Balázs József festőművész, Jánosi Buslik Szandi és Kovács Katalin önkéntesek által legjobbnak ítélt rajzokat. A szervezők elmondták, hogy nyertesektől függetlenül minden pályázó gyerek megérdemli az elismerést. A legjobb 3 rajz díjazásán kívül sor kerül egy külön díj kiosztására is. A külön díjas gyerek osztálya egy jutalom délutánon vehet részt, ahol a gyerekek bepillantást nyerhetnek a Vöröskereszt tevékenységeibe és az elsősegélynyújtás rejtelmeibe, megismerkedhetnek különböző mentési technikákkal és az általuk használt felszerelésekkel. Csaba serege visszatér mottóval. 6. alkalommal szervezik meg a Székely lovas találkozót és Székely lustrát. Az első fordulót Farkaslakán tartották a hétvégén, július 7-én és 8-án Borzontra várják a közönséget. A többfordulós parasztvágtának is nevezett ügyességi lovasverseny ötlete 2012-ben született a székelypálfalvi hegyoldalban, amikor 200-nyi baráti társaság arról döntött, hogy a hétvégi lovaglásokat kiterjesszék, gyakorolják és tanulják meg azt, amit elődeink profiként vitézül a hétköznapokban tettek, amit nemes egyszerűséggel székely virtusnak neveznek. A székivágta borzonti fordulója szombaton kezdődik. Reggel edzéssel indul a nap, majd 9 órától lehet benevezni. Lesz később rönkhúzó verseny, és délután 4 órától tartják a székivágta gyorsasági versenyt. Este nemzeti mulatós lesz Orbán Csabával. Másnap szintén 9-től lehet benevezni a 10 órától kezdődő székivágta ügyességi versenyre. 13 órától lesz a megnyitó és a székely lustra, este 7 órakor pedig az eredményhirdetésre kerül sor. A tavalyról már ismert pályán annyi lesz a változás, hogy a gyorsasági táv körülbelül 200 méterrel nagyobb lesz, így 1200 méter lesz a teljes hossz. Vakációs programot szervez a Maros megyei könyvtár, gyerekeknek és nyugdíjasoknak egyaránt kínálnak foglalkozásokat. Lehet festésen, rajzoláson részt venni, de lesz mesevetítés, társasjátékozás és meseolvasás, a szépkorúak pedig kiránduláson vehetnek részt. Minden korosztály talál érdeklődésének megfelelő programot a Maros megyei könyvtárban. Az intézmény a gyerekek és a nyugdíjas korosztály számára is tartalmas vakációs programokat szervez az intézmény központi főépületében, illetve a fiók könyvtárakban. A gyermekkönyvtárban 2-től várják a kisolvasókat, reggel 9-től este 8-ig festés, rajzolás lesz a program. Szerdán van mese délelőtt, 10 órától 12 óráig. Ezt úgy gondolták el a kolléganők, hogy általában majd nagyszülőkkel jönnek a gyerekek, és a nagyszülőket felkérik, hogy olvassanak mesét a gyerekeknek, tehát a gyerekek kiválasztatják a mesét. Csütörtökön játéknapra nevezhetnek be a gyerekek, ekkor lehet társas játékozni, pénteken pedig ismét meseolvasás lesz. A művészeti részlegen mesevetítést tartanak. Az egyes fiók könyvtár a Kárpátok sétányán szintén programokkal készül. A festés, rajzolás és a kolléganő készített érdekességeket a történelemből, vagy földrajzi témájú CD-ket fog bemutatni, ki hova lehetne menni kirándulni, érdekes helyeket fog bemutatni. A szépkorú érdeklődők kirándulásokba kapcsolódhatnak be már július 1-től, ekkor a Levendula Fesztiválra látogatnak el, július-augusztusban pedig a Vékaszfrúdok és a Bigérvízes és a következő úti cél. Jelentkezni a Kövesdombi Fiók könyvtárban lehet. Annak ellenére, hogy az intézmény alkalmazottai is nyári szabadságukat töltik, a megyei könyvtár egész nyáron nyitva tart, és a szokásos program szerint fogadja azokat, akik irodalmi élménnyel tennék tartalmassá a nyarat.
Ezek voltak híreink július 4-én. Köszönöm figyelmüket, a holnapi viszontlátásra!